Július első péntekén köszöntöm Önöket új műsorvezető társammal, Horváth Kirával. Jó estét kívánok! Ez a Sziesta, a Nyíregyházi Televízió kulturális programajánló és szórakoztató magazin műsora. Ígérjük, hogy az első fél órában is rengeteg érdekes témával kedveskedünk Önöknek. Többek között itt lesz velünk Szabó Dénes, Kossuth és Liszt díjas karnagy, a nemzetművésze, akivel a Kórus Fesztiválról fogunk beszélgetni, és többek között a Zoo Suliról is láthatnak majd egy összeállítást, illetve egy különleges új nyelvi díjat is bemutatunk Önöknek. De mindezek előtt, hát itt vannak első vendégeink, a Mandala Dalszínház kitűnő művészei, Búdis Gábor és Kovács Attila, szervusztok! Sziasztok! Sziasztok! Hát, beszélgettünk már a Mandala nyárról, de van bőségesen miről, hiszen egy hét múlva startol a rendezvényetek. Mi a legújabb és legfontosabb információ a Mandala nyárral kapcsolatosan? Gondolok itt mondjuk a helyszínre. Egészen pontosan ez, amit már próbálunk hetek óta tudatosítani, meg eljuttatni a nézőkhöz, hogy ezúttal nem a Múzeumfaluban kerül megrendezésre a Mandala nyár, amely egyébként 27. alkalommal kerül megrendezésre, hanem a belvárosba kellett költöznünk a Múzeumfalu felújítása és bezárása miatt. Ez pedig nem más, mint a görögkatolikus általános iskola udvara, amely a Bethlen Gábor utcai új épületet, viszonylag új épületet jelenti, közvetlenül a Kőszínház szomszédságában. Pont azt beszéltük amúgy a műsor előtt Kirával, hogy mind a ketten voltunk meg annyi mandalás előadáson, és mandala nyáros előadáson is. Milyen visszajelzéseket kaptok? Várják már az emberek, a nézők ezt a rendezvényt? Hát mi úgy tapasztaljuk, hogy már nagyon sokan érdeklődnek, és nagyon sokan várják. Ugye a nyár, akkor mandala nyár, és ez már szerintem benne van mindenkinek a kis naptárába, a fejébe, és igen, sokan várják az előadásokat. Illetve annak is hangot adtak, hogy örülnek egyébként, hogy most a kényszer is hozott be minket a belvárosba, de mégiscsak a belvárosban talán könnyebben elérhető lesz a rendezvény. Annak ellenére, hogy talán kevesebb lesz a szúnyog. Hát ezt nem én tudjuk. Mindig azzal indultam neki, hogy kispokra, mert hogy azért kicsit ott hűvösebb volt a levegő, az erdő mellett, és próbáltunk úgy felkészülni, hogy akkor egy kis... Igen, ezt a jó szokást azért meg lehet tartani most is a nézőknek. Múzeumfalu milliójét egyébként nagyon szerették, de ez kétségtelenül elhangzott, hogy örülnek, hogy a belvárosban könnyebben meg tudják közelíteni a helyszínt, ahol ugyanúgy fel lesz építve a lelátunk és a mobil színpadunk, tehát komfortos színházi körülmények között fogadjuk a nézőket, ugyanúgy, mint a Múzeumfaluban. Milyen előadások lesznek ezen a nyáron, hiszen, ahogy említettem, már jövő héten pénteken elstartoltok. Jövő hét pénteken indítunk egy saját előadással, ez pedig, tehát július 13-a péntek, ez a Csúnya lány című kis operett, három felvonásban, Mikó István rendezésében és főszereplésével, illetve még Benkő Péterrel kiegészülve. Aztán pedig nem sokkal utána, július 21-én egy vendégelőadásunk van, ez pedig a Pasika Pászban, egy nagyon jó kis zenés vígjáték, Csomor Csillával, Rátonyi Hajnival, Heller Tamással, Erkápáti Péterrel többek között. Így van, hát ez egy ilyen félreértésekre épülő vígjáték. Két házas pár éppen készül megünnepelni a házassági évfordulót, de aztán kis összeveszések történnek, a hölgyek elutaznak, a férjek otthon maradnak, és két fiatal hölgyet térnek haza, úgyhogy megvan az alapbonyodalom, és ebből, hogy kászálódnak ki ezek a pasik a pácból, ebből a pácból, hogy tudnak kikászálódni. Tulajdonképpen ez az alaptörténet, tehát egy igazán szórakoztató, felhőtlen vígjátékot ígér ez az este, és mindig várják tőlünk az operetteket. Július utolsó hétvégén, július 27-én a Sibyl című nagy operett lesz látható. Itt kiemelném, hogy élő zenekaros előadásról van szó, tehát élő zenei kísérethez énekelnek a művészek. Teremi Trixi rendezte ezt az előadást, amelyben ő maga is játszik, Sáfár Mónikával, Egyházi Gézával, Szirtes Gáborral, többek között a főszerepekben. Ez Jakobi Viktornak egy nagyon szép és hát gyakorlatilag klasszikus operettje, a Sibyl, ami ugye a cári Oroszországban játszódik, tehát szép díszleteket jelmezeket meleg is lehet várni. Meleg kis hideget. Kis hűvös, igen. Igen. Mondjuk akkor tovább még, hogy mik lesznek várhatók? Mert
lesz egy bemutatónk is. Hát most nem tudunk minden előadásra kitérni, de reméljük, hogy jövünk még ide ebbe a műsorba vendégnek, de a Mandala Dalszerznek is lesz egy bemutatója. Így van, ez pedig a Család ellen nincs orvosság, ez augusztus 10-én és 11-én lesz, Besenci Árpád rendezésében, és most ő fog játszani, ugyanis Gáborral kettő szereposztásban vannak, és úgy döntöttünk, hogy a nyári előadásokat Árpád fogja. Hát gyakorlatilag a főszerepet, Dr. Mortimer szerepét, ez egy kórházban játszódik, Rékuni vígjáték, ugye Rékuni neve sokak számára ismerősen csenket, a miniszter félrelép, a páratlan páros szerzőjéről van szó, amelyeket egyébként a társulatunk is játszott nagy sikerrel, sok előadásban, és ugyanaz a poénvilág, tehát aki szereti Rékuni félreértésekre épülő vígjátékeit, biztos, hogy nem fog csalódni a Család ellen nincs orvosság című produkciónkban. És talán kiemelném még a nyári összeállításból augusztus 15-én a Forgatókönyv című előadás Csonka András, Magyar Attila, Szerenyei Béla főszereplésével Szente Vajk rendezésében. Ez egy nagyon érdekes előadás, vígjáték, amely az Elfújta a szél című világhírű klasszikus filmnek a keletkezéséről szól. És ugye a producert, a rendezőt és az írót, láthatjuk a színpadon gyakorlatilag. Ez nagyon jó. Egyébként nagyon érdekes lesz. Az előadásban úgy rendezte meg Szente Vajk ezt az előadást, hogy a díszlet része egy hatalmas nagy kivetítő, és rengeteg bejátszás is van. Dokumentarista bejátszás erről az Elfújta a szél című előadásról. Tehát egy nagyon érdekes rendezésről és egy nagyon szórakoztató vígjátékról van szó. Tehát már a kulisszák mögé is látható? Tulajdonképpen arról szól, hogy már elindult a forgatás, aha, de kirúgják a rendezőt, meg a forgatókönyvírót, és egy héten belül folytatni kell a forgatást. A producert játssza egyébként Szerenyei Béla, aki oda hívja a forgatókönyvírót, ő Magyar Attila, és az a feladat, hogy egy hét alatt elkészüljön az új forgatókönyv, egyébként Csonka András a rendező, csak hát a forgatókönyvíró nem olvasta magát az alapművet. És hogy ezt gyorsan képbe hozzák, akkor ott hirtelen be is zárja őket, tehát hárman bezárkóznak az irodába egy hétre, 10 napra, most pontosan nem tudom. És Magyarón és Banánon. Magyarón és Banánon élnek, és nekik kettőjüknek, a producernek és a rendezőnek le kell játszani kvázi tulajdonképpen a forgatókönyvírónak, hogy mi a könyvnek a története, és ebből adódnak nagyon jó. Ez egy nagyon ígéretes előadás, és hát Szente Vajktól meg megszokhattuk ezeket az érdekes és egyébként nagyon jó rendezéseket. És persze lesznek még a Mandala Dalszerznek saját előadásai is. De hát azt láthatjuk, és ezt beszéltük is, hogy igazából nevettető, könnyed előadások, mint hát, amiket megszokhattunk. Hát meg amit elvárnak a nézők nyaranta. Nyáron ezt várják el. Elvárnak a nézők nyaranta, ennek szerettünk volna megfelelni. Ugye a zárógálánk majd szeptember 2-án lesz, amelynek a vendégei Varga Szabolcs és Vastag Tamás, akik ugye a Starban Star meg egy kicsit győztesei voltak ebben az évadban, és hát ugye van egy szomorú aktualitása is, hogy ugye Dobos Lászlót, az igazgatónkat elveszítettük áprilisban, és természetesen rá fogunk emlékezni ezen a zárógálán, rá is fogunk emlékezni ezen a zárógálán. Úgyhogy hát várunk mindenkit szeretettel, jegyeket már lehet kapni, és a csúnya lányozáson. Erről egy kicsit beszéljünk bővebben, hogy a jegyeket a nézők hol tudják megvásárolni? Hát a postával szemben a turisztikai irodában és a Skytravelben, ha szabad mondani, ott vásárolhatók meg a jegyek elővételben, és egyébként az előadások napján 3 órától a helyszínen is. És érdemes elmondani, hogy elővételbe olcsóbban hozzá lehet jutni a jegyekhez. Ez is igaz. Ez is igaz, de ez évek óta így van. Hasznos információ. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ahogy Gábor, te is mondtad, legyen még erről szó, hiszen szeptember elejéig bőségesen lesz még Sziasztok műsor, úgyhogy lesz lehetőség szerintem nektek nem is. Nem szálltam ilyen provokatív mondatok ez, de elfogadjuk a meghívást, köszönjük. Lesz miről beszélni. Köszönjük. Most maradjatok egy kicsit velünk, nektek is bemutatjuk azt, amit a nézőknek, hiszen idén első alkalommal adták át a Szent Imre Gimnáziumban a Szabó Nyelvi díjat. Erről láthatnak egy összefoglalót. Júniusban is tanév vége, és olyan szépek az álmaim. A táskába a fizettel félre, ugye most így van jól, társaim. A Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Iskola évzárója adta a keretet a díjátadáshoz. Az intézményhez, melyben magas színvonalon zajlik a nyelvoktatás, szülőként is kötődik a díj alapítója.
Szabó Szilvia felvezető beszédében azt mondta, óriási a lemaradásunk az európai országokhoz képest az idegen nyelvtudás területén, pedig a globalizáció térhódításának idején ez kulcsfontosságú kérdés. Ezért is gondolta úgy, hogy ezzel elismerve ösztönzi a diákságot, és tiszteletet ad vele az oktatóknak. 2017-ben azzal a céllal alapítottam a Szabó Nyelvi Díjat, hogy inspiráljam a nyelvtanulókat a minél magasabb nyelvtudás elérésében, illetve a nyelvtanárokat ösztönözzem a minél magasabb szintű, minőségi, kreatív nyelvoktatásra. Úgy vélem, hogy a hagyományos nyelvtanítási módszer mellett nagyon fontos a nyelvtanároknak, tankönyvíróknak, hogy a tanításba részesítsék előnybe nem csak a nyelvtani központú oktatást, hanem a digitalizációt, innovációt, kreativitást. A pályázók az eddigi teljesítményüket mutatták be. A kuratórium döntése alapján az 50 pályázóból 3 diák és 3 tanár érdemelte ki az elismerést. A Szent Imre Gimnázium 11-es tanulója, Soproni Boglárka már 14 évesen letette a középfokú nyelvvizsgát. Azóta társaival angol nyelvű színdarabot írt és adott elő, valamint szónokversenyen is részt vett. Boglárka, aki angol rajztanári pályában gondolkodik, nagyobb rálátást kapott a világra e nyelv által. Valamilyen szinten összeköt a világgal, és rögtön, amikor elkezdtem például angol tanulni, akkor is már eleve nagyon tetszett az egész, hogy jaj, de jó, hogy új nyelvet fogok megtanulni, és mivel hát egy ilyen nagyon általános nyelv, hogy szinte mindenki beszéli majdnem az egész világon, ezért tényleg így közelebb kerültem vele a világhoz. Boglárkának a tanárát a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban tanító Rubóczkini Kispálmákat is díjazták, aki az indoklás szerint szívesen használ innovatív megoldásokat és drámapedagógiai módszereket az oktatásban. Számos versenyen, pályázaton szerepeltek sikerrel diákjai, de szakmai cikke is nyert már országos különdíjat, és a mostaninak is nagyon örül. Mindenképpen megerősítés, pozitív megerősítés, minden tanárnak hasznos az, hogyha visszajelzést kap a munkájáról, és én most ezt ma megkaptam, és nagyon örülök neki. Azt mondták, hogy azért kapom, mert hogy áttekintem az egész nyelvoktatási rendszert, 2-től 12-ig mindenkit tanítok, és azért is, mert hogy a részképességzavaros gyerekekkel ugyanúgy foglalkozom, mint a különlegesen tehetségesekkel. Már a távolság miatt az erdélyi tanárok és diákok nem lehettek jelen az átadáson, az ő nevük is elhangzott. Csak úgy, mint a hajdúdorogi Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium 11-es tanulójáról. Mohamed Anna Avadnak már felsőfokú nyelvvizsgája és érettségje is van angolból. Sőt, a kémia idegen nyelven versenyen maximális pontszámmal győzve övé lett a publikált mintafordítás. Úgy gondolom, hogy az ember, annyi ember, ahány nyelvet tud, és szerintem mindenféleképpen előnyére vár, hogyha az angol nyelvet elsajátítja, hiszen sokkal könnyebben el tud vele helyezkedni a világban. Az évzáros díjátadáson elhangzott, az alapító mellett számos megyei és országos cég is segített a díj szponzorálásában, melyre a tervek szerint jövő év elején is meghirdetik a pályázatot. A következő percekben a már műsor elején felkonferált Szabó Dénessel beszélgetünk. Itt van a Nemzet Művésze, Kossuth és Liszt díjas karnagyunk. Szerbusz Dénes bácsi! Üdvözlöm a tévénézőket, üdvözöllek benneteket. Lesz miről bőségesen beszélni, hiszen közeleg az a bizonyos Kántémusz Nemzetközi Kórusfesztivál és karvezetői mesterkurzus. Szerintem már nyugodtan mondhatsz érdekes információkat, vagy érdekes infókat a nézőknek. Hát 99% most már, amit tudunk. Reméljük nem jön közben most már zavaró tényező. Mik lesznek, mi várható, és mi lesz most idén a húzó név? Ez a 12. Ahogy befejeződött az előző, attól kezdve elkezdtük, de ezt mindenki csinálja nagy világeseményeken, rögtön elkezdődik a következő előkészítése. A mi esetünkben ez a fesztivál, ez egy ilyen nagyon barátságos fesztivál, és nem tartozik a legolcsóbb fesztiválok közé a világon. Ezért az mindig kétes, hogy vajon milyen minőségű kórusok érkeznek. Mi az utazásaink során persze megtesszük a kellő propagandát annak érdekében, hogy Nyíregyháza vonzó célpont legyen,
és ezért az idén is kiváló énekkarok érkeznek. Az persze nagyon különleges, hogy most Argentínából és Dél-Afrikából is jön énekkar. Egyéb egzotikus országot most nem tudok felsorolni, de a kelet érdeklődése, mivel mi most keletre járunk, a kelet érdeklődése jelentős. Ezért Kínából, Japánból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából érkezik újra énekkar. Egyrészt olyan, akivel már valamikor találkoztunk, valahol is tudjuk, hogy a színvonaluk jó, másrészt vannak új jelenkezők. És a két említett nemzet képviselői, kórusai, akár mondjuk az argentin vagy a dél-afrikai, velük hol találkoztatok? Tehát akár mondjuk egy ilyen ázsiai fesztiválon, kórus találkozón, vagy máshonnan jött a kapcsolat? Velük nem találkoztunk. A pontos... Tehát jelentkeztek. Igen, úgy gondolom, hogy jelentkeztek. Talán a dél-afrikaiakról tudtunk, hogy találkoztam velük, ezt nem tudom, mert találkoztam dél-afrikai kórusokkal, hogy ezekkel éppen találkoztam, vagy nem, ezt nem tudom, de majd kiderül. Az argentin az teljesen váratlanul érkezett. A dél-afrikaiak különösen nehéz helyzetben voltak a vízum kérdésében. Ez nagyon hosszú ideig bizonytalanná tette. Most úgy látom, hogy a külügyminisztérium segítségével, mert még azt is igénybe vettük, tulajdonképpen egy kihelyezett konzuli helyen sikerült megoldani a vízum kérdést. Mikor kezdődik ez a rendezvény, hogyha valaki még esetleg nem leste meg a Kantémusznak a honlapját? Hát azt minden nap nézni kell. Avval ébredünk, hogy megnézzük a Kantémusz honlapot. Augusztus 15-én a kurzus nyitó hangversennyel kezdődik, ami egyúttal egy jótékonysági hangverseny is. A kórházban Adorján Gusztáv főorvos úrral, igazgató úrral megbeszéltük, nagy örömmel álltak a dologhoz, sőt a Rotary Klub is nagy lehetőséget lát benne, és ilyen szempontból ez egy kettős rendezésű dolog lesz. Reméljük, hogy sokan eljönnek, és jótékonyságukat bizonyítva ismét kedvező helyzetbe hozhatunk a kórháznak egy osztályát. Ezek után minden nap történik valami, ha most felsorolom az összeset, akkor feltehetőleg lejár az idő, de azért kiemelném, hogy ennek az évnek azért van egy különleges újítása, ez egy kicsit aktuális most, van egy úgynevezett V4-es kórus találkozó a kórusfesztiválon belül, ahol lengyel, cseh, szlovák és magyar, természetesen a helyi magyar énekkar fog énekelni. Két hangverseny lesz, egy a Nyírbátori Református templomban, a másik pedig itt a Kodály terem kiváló akusztikus körülményei között. A többi azért úgy lesz, mint korábban, lesz a Föltéren folklórfesztivál, és lesz a Busza Csába híres záró ünnepség. Ez eddig mindig nagy lelkesedést okozott mindenki számára, reméljük, hogy ez most is így lesz. A versenyt én mindig emlegetem, a versenyre érdemes elmenni, mert akkor vannak a legjobb formában az énekkarok, mert tudják, hogy ott nem lehet rontani. Az egész itt tartózkodások arra van kiélezve, hogy abban a 12 percben, amíg a zsűri előtt vannak, abban a 12 percben ők a lehető legjobbat mutassák magukról. Ez az korábbi, az előző fesztiválon, és azt megelőzően is olyan kimagasló színvonalat hozott, hogy csak ámult-bámult a nemzetközi zsűri, hogy lehet, hogy Nyíregyházán ilyen történik. És milyen tervek vannak még a nyáron? A nyár hasonló az elmúlt 15-20 évhez, mégsem biztosítja a teljes pihenést, nem minden énekkarosnak, de úgy általában a szervezőknek nem jut osztály részül. Nekem megint nem sikerült, mert olyan engedélyt kell, lélekkel rendelkezek, hogy egy nagyon-nagyon favorizált és nagyon erősen követelt dél-koreai kórusversenyre mégiscsak beneveztünk. Korábban én ezt lemondtam ezelőtt másfél évvel, de aztán újra és újra jött a megkeresés. A szervezőket jól ismerjük a korábbi koreai utazásaink során, és egyébként is Koreában óriási
hogy mondjam, tisztelet övezi a Cantemus énekkart, mióta a Buzáni Fesztiválon, Buzáni Kórus Olimpián megnyertünk, megjelentünk, és hát gyakorlatilag, amit össze lehetett nyerni, azt mindent megnyert az énekkar. Azóta igen tiszteletre ejti ki a Cantemus nevet Koreába, és így három koreai meghívásból végül is ezt fogadtuk el, ezt a hétfőhöz egy hétre induló koreai utazást, ami a szokásosnál most izgalmasabb lesz, mert többnyire fesztiválra szoktunk járni, mert most olyan lesz, mint a Kórus Olimpia, egy másik helyszíne, egy gyönyörű, mindenki által nagyon nagyra tartott Jézus-szigeten, ami még nem is a Koreához tartozik, délkeletre, egy ilyen paradicsomi helyre megyünk. Hát egy kicsit szoros lesz a dolog, mert több kategóriában is versenyzünk, de úgy látom, hogy azért lesz egy olyan nap benne, amikor megnézhetjük a szigetet rendesen. Pont ezt akartam kérdezni, hogy hány kategóriában, illetve mely kórusok fognak ott versengeni? Most mi a úgynevezett Cantemus gyermekkórussal megyünk. Az egy furcsa dolog, hogy amikor valamelyik énekkart elviszem egy versenyre, a promuzikát mondjuk, ott persze többnyire, szerintem mondom, többnyire megnyeri a versenyt, na meg még a nagydíjat, és akkor utána mindig azt a kórust hívják újra és újra mindenfele. Aztán jön egy másik énekkar, mondjuk valahová elviszem a Cantemus gyerekeket, most a tavalyi nyáron voltak Firenzében, ahol sok díjat nyertek, két kategória díjat is megnyertek, majd aztán Bieszku Bielába, Lengyelországban az összes díjat, a nagy díjat, két nagy díjat is megnyertek. Ilyenkor mindig az kerül előtérbe, és akkor Bázelben is ragaszkodtak hozzá, hogy a sok kórusból már ismerik, hogy nekik most a Cantemus gyerekkórus kell. De majd aztán benevezünk valóvá a promuzikával, és akkor majd őt fogják hívni, hisz most tavasszal, április elején éppen a promuzikás nagylányokkal voltunk Japánban, két hétig, és hát nagyon jó volt. Hát tényleg, ahogy említetted, abszolút nem unatkoztok, és nyáron sincsen leárás, mert vagy szervezés, vagy utazás, vagy éneklés, mindig van körülöttetek valami. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy meséltél egyrészt a dél-koreai versenyről, illetve a kórusfesztivál rejtelmeiről is. Várjuk mind a kettőt. Most azonban... Ha nyár, akkor zúsuli, mindjárt mutatjuk a részleteket. Idén 4 turnusban vakációztatja a gyerekeket az állatpark. A 35 hektárnyi tölgyerdő mélyén egy héten 200 diák vesz részt a programokon. Gondozók, pedagógusok ismertetik meg a gyerekekkel az állatokat. Az órákon nem csak elméleti tudást szereznek, hiszen azt be is mutatják az adott fajon. Egy időben 10 csoport vesz részt különböző foglalkozásokon. Már hagyomány, hogy ahogy bezárulnak az iskola kapuja, a Nyíregyházi Állatpark nyári tábora megnyílik, heti turnusokban 200 gyermeket várunk 4 héten keresztül. Egyszerre 10 program zajlik, és a hétköznapi időszakban forgószínpadszerűen délelőtt és délután 10 állati programmal ismerkednek meg a gyerkőcök. Tulajdonképpen a föld állatvilágát megismerik egy héten keresztül. Olyan kulisszák mögötti életet mutatunk meg, amit egy normál látogató nem láthat. Betekintést nyernek az óceánárium világába, makit etetnek, elefántot etetnek és tevegelnek is. Több csoportban jelmezbe bújva járják végig az állatparkot. Nem csak a főállású zoopedagógusok segítik a munkát, a gondozók és a főiskolai vagy egyetemi hallgatók csapatának segítségével tanulhatnak. Nagyon jó érzés volt itt az állatparkba tevegelni, és hogy ilyen magasról láthattam mindent, az csodálatos volt. Meg hogy innen még az állatokat is lehetett látni. A zoosuli tábor rengeteg lehetőséget kínál a gyerekeknek, hogy megismerkedjenek az élővilág legapróbb érdekességeivel. A táborba már csak a várólistára lehet felkerülni, amit az állatpark honlapján találnak meg.